Hello mindenki! Azaz, ismét eljött hozzátok, ezúttal a The Room nevezetű játékkal, ami egy Steam-es játék. Azt hiszem 5 vagy 6 euróért lehetett megvenni, szóval közülbelül olyan 2500, 1800 ilyesmi forint körül mozog a játék. Ez egy puzzle game, és igazából akkor találkoztam vele először, amikor egyik haveromnak az iPadján találkoztam vele, és ott az alap, hogy is mondjam, tutorial részt itt meg is néztük, meg megmutatta ezen. Click and drag the mouse to look around. Double click on the envelope on top. Slide the letter. És itt ugye van egy kulcs, és azt ilyenkor felvesszük. Van egy kicsi kulcs, valamilyen állat motivummal. Hát, vagy egy kecskének tűnik, vagy nem tudom pontosan minek. Rotate the lid. Szóval egy kicsit ilyen, ilyen interaktív féle. Ugye látjátok, hogy tudom túlforgatni, meg beleforgatni, és akkor ide a kulcsot így bele tudom húzni, és akkor ilyen stílusban kell ugye ezt a dolgot megnézni. Feed me and I shall survive, give me drink and I shall die. Ugye ez egy egyszerű kis találós kérdés, sokatok biztos rájött, hogy a tűzre utal, és ezzel kaptunk is egy itemet, amit fel tudunk venni, és le is tudunk rakni. Click the eyepiece icon to remove. Double click to focus on the note. Click to continue. Right click to zoom out. És akkor így működik igazából az egész játék. És akkor látjátok, itt van igazából egy ilyen nagy dobozunk. Meg lehet próbálni itt kattolni a dolgokra. És akkor látjátok, hogy mit írogat rá a dolog. Amire még innen emlékszem, az az, hogy ugye itt alul kerestem a tüzet, miután megfejtettem a dolgot. Itt a tűz. Ott fizetődött, az itt az. Itt a push. Elnyom, és itt van egy kulcs. Hogy meg lehet ugye nyomni a kulcsot, és akkor azt lehet így forgatni. Így néz ki a dolog. És azzal vissza lehet menni. És akkor keresünk ugye kulcsokat, ahova ezt lehet használni. Ide például kell egy kulcsuk. Hoppá, hova raktam a kulcsot? De itt van, jó. Az már jobban hasonlít erre. Elfordítjuk, és kinyílik ez a kis csodás dolog. Since to rotate, but there are no markings to show the correct position. Jó, szóval elvileg lehet forgatni őket. Nem tudom, hogy hogyan. Lehet, hogy így nem is engedi forgatni most a játék. Itt oldalt vannak még panelek. Itt van még egy kis csavar. Ja, kéne valamivel megfogom. Oké. Okay. Kéne valami, amivel megfogom. Itt van még valami, amit látok. Ide is illeszkedett a kulcs. Csak átfordítom a másik irányba. És
És igazából erről szól, hoppá, mindig escape-t akarok nyomni, hogy rosszabban menjen vissza. Erről szól ez a játék. És király. Leszedjük. Oké. És akkor itt van már egy kicsit érdekesebb dolog. Itt lehet forgatni ezt a dolgot, hogy kijöjjön valami alakzat, gondolom én. Aha, ez így jól tűnik. Középsőt nem lehet forgatni, szóval az a közepe. Szóval ezt le kell húznom ide. Így. Aztán ezt lehúzni. Így. És az egészet így vele. Oké. Okay. Ott van egy dobozka. No, szóval idáig jutottam én is el az iPad-en, úgyhogy mostantól izgalmas dolgok következnek. Hölgyeim és uraim! Nézzük, hogy mi hogyan történik. Slope tight, de az a way to get into it. Oké. Nézzünk körbe először. Ott fent van valami. Csak forgatni tudom. Akkor megjegyezzük a jeleket. Egy csillag. Többi pedig pont olyan, úgy néz ki. Tető. Az mindenütt ugye úgy néz ki. Akkor elnézzük gyorsan a lábakat. Ott van valami hasonló jel, mint ott fönt. Itt van egy zár. Itt is van valami. Ez a cog symbol, it doesn't seem to move. Oké, szóval kaphatunk néha hinteket, és most már megnyomtam. Úgyhogy volt egy négy szám egy square-ben. Azok ezek. Oké. Szóval itt volt egy ilyen jel, és akkor az alsó az elméletileg ez az, ugye? Igen. Jó, szóval ott fönt volt egy hasonló, az a bal felső sarok, egy ilyen négyzetes, ez. Aztán keressünk még ilyet, keressünk még ilyet. Szem. Nézzük meg, hogy van-e van esetleg valami lábon ilyen, vagy csak az az egyet látom hirtelen. Miért van az, hogy ez a kettő kör alakú láb? Hát nem igazán látom. Nem tudok. Ja, először le kell nyomnom az üzenetet, oké. Oké. Itt látok valami repedést. Egy buk. Hogy nyitom ki?
Ja, ezt is puzzle-ítom ki, persze. És csak el kell húznom. Ha, ez nem forog. Up a clockwork. Február 11-e. Az vagy már annyira angolul vagyok fejben, szóval a kísérletek vagy a felfedezés jól halad, ja nem jól, csiga lassan halad, ezek a eszközök, barbár eszközök, alig bírok elolvasni bármit is belőlük, de van bennük valami. A föld és a tűz, a víz és az air között. Nem látom mi az, de érzem a jelenlétét. Mint az árnyéka egy olyan tárgynak, amelynek nincsen valója. És igazából meghazudtolja a formáját és az alakját annak, ami előidézi. Ez a végső elem, a null. Aha, szóval a szőköp. Szóval ez valami alkémiás dolog ezek szerint. Más nincsen nagyon a könyvben, ahogy így nézem. Nehogy kapunk egy kis sztori féleséget is. Tovább, ide beilleszkedhet ez a cucc. Vagy nem. Akkor a mechanizm inside. Oké. Okay. Szóval mint egy órát felhúzni. Órát felhúzni. Órát felhúzni. Hoppa. Ah, de lehezen fordul így egérrel. Négyzet alakja van, és óra felhúzó. Nincs rajtajuk sehol. Az ő másik kettő ilyen jelet abszolút nem látom. Nézzük, hogy ez micsoda. Ide számok kellenek. Nem tudom még mi alapján. De mi kell? Plate with an icy mind, it doesn't seem to move. Ennyi. Hát jó. Szóval ezekben a lábakban lehet valami. Azért végig kattolom őket. Ah, megvagy, te kis homár. Jó. Szóval jobb felső legyen csigás. Jobb felső, itt vagyunk. Jobb felső csigás. És akkor ez már csak változtatunk rajta. Heavy cast iron key. Oké, egy jó nehéz kulcs. Ez csak egy szimból, oké. Az is csak egy szimból. Okay.
Igen, nem gondoltam, hogy valahogy ez hozzáférni, de... Hova lehet vajon még kulcsot rakni? Nagyon akar nekem segíteni a játék. De nem hagyjuk neki. Most megnézzük ezt a kulcsot is. Oké. Biztos, hogy fura a kulcs. Várjunk csak. Már nem, az teli. Az teli van. Itt vagyunk meglőve, egy kicsit úgy tűnik. Ő teleszkóp. Egy már nem miniatűr. Oké. Szóval tudok nézni ide? Nem. Most sem néztem ezzel a szembiolva ezt a szart. 5. Szóval 5. 2. 7. És az nem tudom micsoda a taró. Azt látom, hogy ez 2. Ez 5, ez 7, ez már akkor egy 6-os volt. Ez egy kapcsoló, oké. Kinyílt a cucc. Aha. Mert nagyon nagyon valaki van, hogy ezt ide kell raknom. Ez micsoda? Smells of burning. Semmit csinálni vele. Oké. Ezt is ki kéne valahogy nyitni. Oké, hoppá! Tehát egy kis üzletet. Ez ugyanaz, 1 per 7. Na, szóval ez a jegyzet ugyanaz, mint ami a könyvben volt. Ami azt jelenti, hogy kell hozzá... Aha! Aha! Ez az izében.
Azaz micsoda? Hát van valami a szélén, csak nem tudom micsoda. Nem hiszem, hogy a kulcs ahhoz kell. Arra nem látok semmit, arra nem látok semmit. Fent sem látok semmit. Szóval akkor ezekkel kell vagy tovább menni, ami jelenleg van. Hogy nyitom ki? Hát ezt látom, hogy erre nyílik, de miért nem nyílik ki? Ez még bármi, az micsoda? Kis. Hát közelebb nem tudok oda menni. Nincs a zoom, meg semmi, hogy elnézem. Tekerni már nem tudom. Benne nincs semmi. Nem is segít nekem. Az az egyetlen dolog, amit ki lehet nyitni, és nem tudom, hogy hogyan. Kéne egy szó, és lehet, hogy az az, ami ott van. Hirtelen gondolni. J-C-A-W. Az vagy, hogyha végigpróbáltam itt az összes szót, ami eszembe jut. Soha nem jutunk ki ebből a dologból. Ez jobb ötletem nincs. Conception. De nem véletlenül tudok feljönni szerintem, csak... Hát tényleg a másik... Nem, a másikra nem tudok rámenni, csak arra. Azzal csak azért, hogy meg tudjam figyelni ezt, de... Hopp! És
Equip. Identation. Ha. Igen, azt látom, hogy csillag alakú, de... Hogyan ez ide? Hogyan ez ide, hogy csillag alakú? Ez itt a kérdés. Jaj. Amit látok, az egy ilyen szem. Például. Ami nálam azt jelenti, hogy nézzem meg. De van két szem is. Valahol láttam még egyet. Az a baj, nem látok ide. Pózolni, oké. Okay. Sajnos. Lapozni. Aztán van egy A4-es. Zero. Hát egyik névbetű szó se jön ki abból, amit én akarok. Nem veszi fel, hanem szedjek olyan fadarabkát, hogy meg tud gyújtani. Az a kérdés, hogy mit tudom, hogy meg gyújtani itt. Asztalon nincs semmi.
is hagyok valamit hozzá. A porcikájába. Itt nyílik ki a doboz, oké. Na, azért van itt egy ilyen. Igen, erre én is rájöttem. Csak melyik a kövi? Úristen! Ezt az a te hintnek, bazd meg. Nem az érdekel, hogy ezt a szart, hogy a picsába nyitom ki. Köszönöm, pont egy ilyen hintre vártam amúgy. Na, ez se jó neki? Jesus fucking, mi a csöcs ez? Közepén meg innen forog. Valószínűleg ez kell ide.
halálfejes ördög. Ott az Eldotriánhoz. Így már minden világos. Jiminy Christmas, mi a szent szar? Állj. No, állj. Nézzük ezt. Kettőt meg egy lyuk van. Missing. Ja, az olyan ment be. És ez. Hogy csáj! Az az mi? A szenszor ez. Itt is van, itt is van ilyen cucc, itt is van. 9 ilyen fos van. But one part missing. AS memoáriából a kettes számú? Ja. McAllister visszatér egy-két dologgal Egyiptomból, a minták folytatódnak, a tibetiek a null elementet űrnek, vagy hogy hívják, ezt térnek hívják, a hinduk éternek, és most a babilóniaiak egyszerűen csak felnek. Az jó film. A The Other Direction, egy másik direction, faszom, irány, másik irány. A rám, Isten rámja. Oké, szóval hexagonális. Same symbol repeated in the cultures. Okay. Szóval gyanús, az alják, hogy gyanús a hadszög. McAllister pedig elhagyott minket. Köszönöm. Nem volt itt semmi ott a tövén, amit felhasználhatnék. Az ilyen... Aha! Így van, mindjárt más. Hoppá. Így. Kicsit alább.
Ezt honnan kell nézni? Mert itt össze tudom kapcsolgatni, csak... Oké. Wow. A keyhole. Csak itt tudom húzni. Small cabinet key. Oké. Megy ez? Ó, itt a csillag. Ah. Give me that star. Június 21. Jegyezd meg ezt a napot. A legjelentősebb az emberi történelemben. Meg végre rájöttem, vagy megtettem, bármi is legyen az. De egy emberi tesztalany szükséges volt hozzá. Én voltam annak az üzemanyaga. Kimerülten a tanulástól. Beléptem a kamerába, anélkül, hogy a mechanizmust ugye kiiktattam volna, és amikor visszakaptam a consciousness, bazeg, hogy mondják ezt magyarul? Azt nem tudom, hogy... Na mindig, szóval az a lényeg, hogy amikor felébredtem az ájulásból, akkor sikerült. A null element... ugye túlmegy minden kiáltságon, valószínűleg azt jelenti, hogy felülteljesített. Nem is energia és nem is anyag. És nagyon előre tudott törni ugye ebben a stadiban. Hogy hogyan töri meg a fényt. Ma este hittok egy üveg bort. Na, mit csináljak? Hó! Oh. Brass ring with markings on the edge. Ah, van egy axos, van egy kardos, van egy mészes, és van egy arany. Mert nincs semmi a kezében. Hopp, 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 hopp. Látok valamit. E5. Kettő. Ez kerülhet ide is. Ah, de jöjjök. Oké. Öt, kettő.
Ah, oké. Okay. 5, 1, 2. Akkor fordítva. 2, 5. Kocs. Large oddly shaped key. Ez a stimmel. Fők. Nem így, így. És ezt elfordítom. Így. Na most. Hát. Hát de... Aztán mi a baj? Na azért. Ez az előbb egy picit arrébb dobtam. Aztán rendben. Külalakú Star emblémával. Ide erre rá. Star emblem. Ja, az lesz az. Csak közelebb kell mennem, oké. Okay. Kinyílt a kulcsos, és akkor sem csak ez a mechanizmus marad. Hátra. Mi a fasz? Ez egy földgömb vagy? Nem hogy erre hagytak-e valami utasítást. Oké, egy kis kulcs oda. Másik oldal. Már nem tudja semmi. Nani? Okay. Ja, azt mondja, hogy milyen irányba álljon? Hova lett az az utc?
az most jól áll, oké. Akkor van ez a nézetes. Szóval kell még egyel balra. Így. Rajta is van egy kicsit árnyékolva. Azt a költ rohadtul nem láttam még eddig. Ott van az a háromszög. Szerintem. Kör hol van? Oké. Egy gumi. És egy nagy fogaskerék. Oké. Ezek az ide alulva. Úgy tűnik, ja. Ide több fogaskerék is való? Több kisebb, mi? Húha, mennyi fogaskerék kell. Small screwdriver. Oké, ez kell ide. Annyi. Ez kell, de... Most ez úgy csinál valamit. Szerintem nem tudom forgatni mi. Az visszazárult, oké. Aha! Két izé, a másik tető a harmadik alól. Oké, szóval az alól.
Oda a kettő megy így. Közben a tetejére. Kis repcsi. It's the wrong shape. Nem az! Rohadj meg! Ja de! Mert fölfele kell állnia. Elbaszarintottam. Most jó. Fogaskerék. Oké. Erre kell ide. És akkor, hogyha most azt megtekerem. Medium size cog. Ide kell még egy, nem? Oké, van itt még fent valami? Nem nagyon. Az, az. Hiányzik egy fogaskerék. Az volt a szemnek a cuccos, nem visszacsukódott. Ajjaj, fiúk, nagy a baj. Hiányzik innen valami nekem. Ezen körül a szemmel is. A szem nem mond semmit. Istenem, de lassan, bazzeg. Mindig a harmadik clue kell. Most komoly? Olyat lehet? Hát... nem tudod, a médium elége. Így vágom.
Ez okos. Long narrow steel tube. Nem ide való. Akkor hova? Hát ide kétlem. Ide lenne való. Úgyhogy hova való? Tudom odaadni. Miért már lenne az axát? És az oldot. És a hátáról a shieldet. Jó, igen. Hosszú, vékony acélcső. Hát még erre gondolok, de ez most mozog, szóval. Végig ide gondolok, de... Na, megvizsgáljuk. Banyák, többet kell megvizsgálnom. It's a small key. Oké. Többet kell itt vizsgálnom. Annyi? Máshonnan nézem, akkor adja ki. Aha. Így. Small silver shield. Aha. Az kell ide. Köszi. Hová a gemstone? Hová a gemstone? Akkor kell beállítani.
Mondtam, hogy tekernem kell, csak hová? Non est ad astra mollis e terris hot. Ez. Rákattoltam. Nem jött ki semmi ilyesmi most. Aj, de banya volt ez. A census England, Sword England. Oh, nincsen több vizé. Amivel tudnék leszűrni dolgokat. Ja Istenem, csak azt nem mondta, hogy izé, hogy használom kell ez a szart, mert megütlek. Véletlenül eltaláltam. Oké. Okay. Szerintem ennyi fért bele ebbe az epizódba, így is azért szédent a fejem koncentrálástól. De szerintem egy nagyon jó játék, és legközelebb szerintem indítok majd egy ilyen stopper órát, hogy mennyi időt baszakodok vele, és akkor úgy amikor megvágom, akkor is jobban fogjátok látni, hogy
mennyi időnél tartok. Addig is, sziasztok!